Üdvözlet mindenkinek 2017. 10. hó 27-én. Néhány hírt meg fogunk nézni a világból, mert már elég régen volt új világrend hírek, és sokan kérdezték, hogy lesz-e. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi történik a világban. Igazából nem foglalkoztam ezzel, mivel ugyanaz történik, mint eddig. Hogy őszinte legyek, semmi újat nem lehet elmondani. A színház tovább folytatódik. Az a színház, amire az emberek azt mondják, hogy ez a valóság. Ezúttal, illetve hát nem ezúttal, hanem ez már egy nagyon régi történet, de az újabb fejezete ennek ugye az, hogy Trumpnak azt mondták a szakértők, hogy hagyja az Észak-Korea ügyet rájuk, miközben a harmadik világháború kitörése fenyeget. Ez a hír egyébként az express.co.uk, ami az angliai megfelelője egy-két ilyen szennylapnak Magyarországon. Tulajdonképpen mind ugyanaz, teljesen mindegy, melyiket nézzük. A helyzet az, hogy ami Észak-Koreával történik, ugyanúgy, hogy az összes többi eleme a világpolitikának egy óriási színház. Hogy nem látja ezt a legtöbb ember, az egy rejtély számomra. De a borzasztó dolog szerintem az, hogy valaki komolyan gondolja, hogy ez a lufi fej, meg ez a másik bohóc, kitalálja azt, hogy hogyan is fog működni az országa, vagy milyen döntéseket hoz. Még akkor is, ha esetleg igaz lenne, hogy a politika úgy működik, ahogy nekünk mondják. Ezek az emberek így is, úgy is csak bábok. Van egy párt érdek, van egy nagyobb érdekcsoport, amit képviselnek. Teljesen mindegy. Azonban, ha hozzáveszünk a valóságot, hogy az mi, hogy az összes ország együtt dolgozik, hogy a világot megtévessze, akkor teljesen egyértelmű, ami történik. Ez nem csak hazugság abban az értelemben, hogy jaj, persze, ő csak egy bábú, akit irányít egy csoport. Minden ország egy követ fúj, és együtt dolgozik. Ezek a konferenciák, melyeket láthatunk, ezek a képek, amelyeket az újságokban látunk, mind a propaganda részét képezik. Egyik sem a valóságot mutatja be, mindegyik kivétel nélkül propagandaként készül. Azért, hogy az embereknek egy bizonyos képet mutasson a világról, egy országról. Így kialakul bennük a kép, hogy így néz ki egy koreai. Ilyen élete van egy koreainak. Észak-Korea egy ilyen ország, egy kommunista ország, Észak-Korea egy diktatúra. Közben igazából senkinek nincs fogalma arról, hogy mi történik. Az összes tudása az embereknek onnan érkezik, amit olvas, vagy amit lát a tévében. Az pedig a kezdetétől fogva propagandaként alakul. Az összes történet, mint például ez, Észak-Korea elengedi az elfogott dél-koreai halászokat. Ki az, aki elhisz ilyen dolgokat, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy még ennyi idő után sem egyértelmű az embereknek. Ez egyik képen kétszer olyan kövér ez a gyerek, mint a másikon. A fényképek 50%-án ezek az emberek itt állnak körülötte, cetlikre jegyzetelnek. Mint egy film. Azért, mert az. Érthető? Azért olyan, mint egy film, mert az. Forgatókönyv alapján működik az, ami történik. Azok a csoportok, melyek a világot irányítják, azért találkoznak, hogy kidolgozzák ezt a stratégiát. Ezek a képek, amelyeket láthatunk a háborús felkészülésről, vagy ezekről a különböző konferenciákról, mind-mind ezt a célt szolgálják, hogy az emberek fejében elültessenek egyfajta gondolatot, hogy a világ így működik, hogy a világ ilyen. Számtalan példa van erre. A Hiroshima-i atombomba az egyik, az űr a másik. De számtalan, a világháború, Hitler, a holokauszt, minden az emberek fejében van, mert valahonnan hallották. Kialakul bennünk egy kép az alapján, az információ alapján, amik olyan forrásból érkeznek, amelyekben mi megbízunk. Mert nem értjük azt, hogy a célja azon forrásoknak mindig is ugyanaz volt, hogy manipulálja az emberek gondolatait, az elméjét. Így működik az elmekontroll. Az elmekontroll nem egy szerkezet, amit az ember fejére raknak, az elmekontroll a tévé, amit mindenki bevisz a saját lakásába, a rádió, a telefon, a hírek, a Facebook hírek, amik pörögnek egész nap.
Ez a propaganda. Mind együtt dolgozik. Kivétel nélkül a Facebook, a Google, az Amerikai Egyesült Államok, az ENSZ, a NATO. Mindegyik. Teljesen mindegy, hogy melyiket vesszük. Erről már volt szó, de megmutatom még egyszer, amiről beszélek. Nem kell mindenkinek benne lennie tudatosan. Ugyanúgy, ahogy egy cég életében fogalma sincs a kőművesnek, hogy az a cég, aki a téglát gyártotta, vagy az a cég, aki leszállította, hogy működik, mit csinál, milyen pénzügyi helyzete van, hogy svindlizik, semmi. Lerakja a téglát, hazamegy, viszlát. Ezek vagyunk mi, itt alul. A birkák. Aki megszületik iskolában, megy dolgozik, fizeti az adót, eladósodik, visszavonul, és meghal, és újra születik egy másik. A következő generáció csinálja ezt tovább. Ezek a birkák, ez ahol mi tartózkodunk, ahol a legtöbb ember marad az egész életében. Nem rossz indulatból mondom, hogy birka egyszerűen így működik. Akiket terelnek, mint az állatokat, mint egy nyájat, azzal, hogy kialakítanak vallásokat, kormányokat, nevelést, illetve oktatást és a médiát. Erről beszéltem az összes eddigi videóban. A vallás, a politika, az oktatás, a média, a tudomány mind azzal a céllal jött létre, hogy egy bizonyos fajta világnézetet elültessen az emberben. A vallás eltereli az embert egy irányba. Az oktatás, a politika, a média mind az elmekontroll része. Az elmekontroll így működik. Az elmekontroll nem egy szerkezet, nem egy sugárzás, az elmekontroll az információ. Az, hogy beszűkül az emberek látótere, hogy elhiszi azt, ami érkezik, és utána az alapján alakítja ki az ő saját világnézetét. Elhiszi, hogy minden vallás hazugság, ezért nincsen egy teremtő. Elhiszi azt, hogy az egyik párt érte dolgozik, ezért utálja a másikat. Elhiszi azt, amit tanítanak neki az iskolában, mert az egy okosabb ember, miért hazudna, mindenki nem hazudhat. Elhiszi azt, ami a médiából jön azért, mert miért csinálnak, semmi érdekük, minek nem, mindenki nem lehet benne. Mindenkinek nem kell benne lennie. Ugyanúgy, ahogy mondtam az előbb, a kőműves, vagy a fagyárus lány vagy fiú, aki dolgozik a kis bódéba. Elképzelése nincs, hogy hogyan készül a fagyi, mi a recept, honnan érkezik a nyersanyag, ki termeli, ki mennyi pénzt kap érte, csak fogja a kanalat, kiadja a fagyit. Ennyi. Ugyanígy, aki oda szállítja nekik a fagyit, aki vezeti azt az autót, neki sincs semmi fogalma az egész. Ő még annyit sem tud, hogy kell a fagyit kiadni. Ő egy más részt ért. A következő, ki az, aki a gyárban szétválogatja, aki pakolja, ki az, aki a receptet kitalálja, az följebb helyezkedik el, annak más információi vannak. Az, aki irányítja a marketinget, az is följebb helyezkedik el, aki a pénzügyeit irányítja, és a végén ott található az az ember, aki a tulajdonos, aki átlátja az egészet, aki érti azt, hogy hogyan működik a rendszer, a fagyi árulásnak a folyamata. Ugyanígy van ez a világgal is. Ahogy haladunk egyre följebb, egyre inkább kristályosodik ki számukra a tudás. Ezért hívják Illuminátinak. Ezért hívják a felvilágosultaknak. Ahogy halad följebb az ember, egyre inkább felvilágosult az igazságról. Arról az igazságról, hogy hogyan működik a világ. Nem arról, amit nekünk elmondanak, a gravitációról, az űrmajmokról, meg arról, hogy a Marsra fogunk majd föltelepíteni egy kolóniát, meg leszállunk egy meteoritra, és onnan fogunk bányászni. Ők ezeken túl vannak. Ők bele születtek ebbe. Egy rendszer uralja a világot mindig, és ez uralta. Ők tudják, hogy ezek a mesék a birkáknak vannak kitalálva, mert aztán ezzel tudják őket manipulálni, majd összezavarni. Egyik oldalról ez a hír jön, másnap a másik hír jön. Harmadik nap a harmadik hír jön. Közben ők azok, akik ellenőrzik és kontrollálják a nyersanyagot. Azok, amelyek nekünk szükségesek ahhoz, hogy megéljünk. Az üzemanyag, az élelmiszer, a víz, a levegő, ezek a dolgok. A pénz. Ezek az emberek nyilván többet értenek a világról, de még ott is a legtöbb nem érti. Ezeknek a cégeknek a vezetői nyilván valamilyen szinten értenie kell. Tovább megyünk, azok, akik uralják a pénzügyi rendszert. A központi bankok, az adó, a kamat, a nemzetközi bank, a világbank, az IMF, ezek mind azzal a céllal jöttek létre, hogy a pénzt kontrollálják. A termelés kontrollálva van ez alatt. A pénz az, amit nekik kontrollálniuk kell. Aztán haladunk tovább, ott vannak azok a rendszerek, amik igazán irányítják a világot.
azok a szervezetek, amelyek kitalálják ezeket a stratégiákat, a taktikát azon belül, hogy akik lefektetik az alapokat, akik meghatározzák a tervet, az útvonalat, amerre haladni fognak. Ez nem csak egy véletlenszerű folyamat, az, hogy mindenhol a világon, ez most például Spanyolország, Katalónia, hogy mindenhol ez történik, ezek nem véletlenszerű, véletlenek nincsenek, véletlenek csak az emberek életében vannak. A világ nem így működik. A világ irányítva van. Például a Council on Foreign Relations, vagy az Egyesült Nemzetek, a Bilderberg csoport, a Római Klub, vagy a Trilateral Commission. Ezek mind-mind azzal a céllal jöttek létre, hogy meghatározzák a stratégiát. Aztán vannak több más csoportok. A művészet, a szórakoztatás aztán terjeszti ezt a korságot, ezt a rákot az emberiségbe. Hogy megfertőzi az emberek gondolatát azzal, hogy az csak szórakozás, az ártatlan. Közben elültet az emberek fejébe gondolatokat, robotokat, idegeneket, űrhajókat. Az, hogy 10 perc alatt valaki beleszerethet valakibe, és utána 20 perc alatt kiszerethet, és már egy másikba szerelmes. Az, hogy ez a szeretet, az, hogy ez, így működik egy párkapcsolat, az, hogy teljesen mindegy, hogy ki kivel van, mit csinál. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket elültettek az emberek fejében. Az ember azt hiszi, hogy ő egy egyéniség, hogy ő más, hogy ő egy lázadó, vagy ha esetleg az ellenkezőt, hogy neki mindegy, ő csak lenni akar. Ezek a gondolatok mind-mind innen jönnek. Az a baj, hogy soha nem gondol bele senki abba, hogy mit, miért gondol. Nem az, hogy mit gondol, hanem hogy miért gondolja az. Honnan jött az a gondolat? Én vagyok az, aki kitaláltam ezt, vagy ez valahonnan beszivárgott az agyamba? A királynő, vagy nem tudom ki ez itt, csak egy bábú. Igazából az a lényeg, ami a piramis tetején van, a legtetején van. Ez az, amit a legtöbb ember nem hajlandó elfogad. A legtöbb ember egy materiális, anyagi szinten leragadt. Azt hiszi, hogy majd ő kitalálja azt, hogy hogyan működik a világ. Hogy majd ő megfejti, vagy olvas 1000 könyvet, vagy megnéz 10 000 videót, és kitalálja azt, hogy mi a kiút az új világrendből. Az új világrendből nincsen kiút, ebbe csak belefele út van. Így vagy úgy haladunk bele. Már láthatjuk azt, hogy milyen lesz. Már azok, akik okosak és figyelik azt, hogy hogyan működik a világ, látják, hogy milyen lesz. Ilyen lesz, ahogyan ez a kép mutatja. Nem lesz ellenvetés. Most még van. Azért van, mert azt akarják, hogy minél több legyen. Minél több bolond menjen az utcára, harcoljon a rendszer ellen, hogy megpróbáljon megmenteni a világot, a földet, a levegőt, a vizet, a bárányokat, vagy a pandamacikat. Nekik teljesen mindegy, hogy vagy a chemtrail, vagy a HARP, vagy a genetikailag módosított élelmiszer, vagy az ostoba feminista, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy fel legyen háborodva az utcán legyen, és harcoljon. Ez az, amit ők akarnak. Ha nem ellenük, akkor egymás ellen harcoljanak az emberek. Így majd a végén ők közbe tudnak lépni, mikor már mindenki térden csúszik, mászik, mert az egész világ teljesen felbojdult. Mindenhol ez megy a világon. Eluralkodott a világon ez a szellemiség, ez a spirit, ami ezt a harcot váltja ki az emberekből. Egymás ellen, a rendszer ellen, teljesen mindegy, bármi ellen. Most Katalóniában van egy krízis, arról beszélnek, hogy át fogják venni a közvetlen irányítás Katalónia fölött, és el fogja veszteni a függetlenségét azért, mert el akar szakadni az országtól. Teljesen mindegy, hogy hova nézünk. Már gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlen hely, ahol még nincs. Jövőre választások lesznek, mindenki el tudja képzelni, hogy mi lesz itt, mikor a sok tudatlan ember, aki meg van téveszve, aki él ebben az álomvilágban, majd masírozni fog a tweetekre, meg a megosztásokra, meg a különböző tüntetésekre való felhívással. Csak hogy mindenki lássa, ez Katalónia ebben a pillanatban. A tanulók masíroznak az utcán, hogy független legyen az a terület. Ez egy terület Spanyolországban, Katalónia, igazából jelentéktelen az összképben, de mégis mindenkinek meg kell értenie, hogy úgy tűnik, kit érdekel Katalónia, persze, kit érdekel Venezuela, senkit, Mexikó, senkit, az USA, senkit, Ausztrália, senkit. Mi az, ami érdekel akkor minket? Ha mindenhol ez történik, Ukrajnában háború van, Ázsiának a keleti részében gyakorlatilag már készen áll mindenki a világháborúra. Az amerikaiak ott vannak.
Közel-Keleten háború van évtizedek óta. Semmi nem számít. Minden csak véletlen. Minden csak egész azért, mert felébredt az emberiség ebből az álomból. Ki az, aki őszintén a szívére teszi a kezét, és azt gondolja, hogy az emberiség csak úgy felébredt, és most már mi mindannyian megvilágosodtunk, vagyis egyre többen megvilágosunk, és értjük azt, hogy mi történik a világgal. Pont most, az elmúlt, ugye az emberek azt hiszik, hogy ez 100 000 évek óta megy. Pont most mindenki felébredt, amikor az agymosás tetőpontján van. Mikor ömlik mindenhonnan a propaganda, az embernek a kezében van állandóan a propaganda, gyakorlatilag a telefon, a tévé, a rádió, a virtuális szemüveg, de pont most mi ennek ellenére felébredt mindenki, és megértette, hogy elnyomás alatt van, és most le fogjuk rázni az igát, és át fogjuk venni a hatalmat. És tegyük fel, átveszik, és ott fog állni mindenki majd, és megválaszt egy újabb csoportot, és az folytatja tovább, ami eddig volt, mivel ugyanúgy nem lesz rendszer. Érthető a probléma? Egy dolog jelentéktelennek tűnik, azonban az összképben mindegyiknek megvan a szerep. 16%-a Katalónia Spanyolország népességének, 25%-a az egynegyede a kivitelnek, 20%-a a GDP-nek, és 20%-a a külföldi befektetőknek itt keres magának befektetésre alkalmas üzletet. El tudja képzelni valaki, mi történne, ha ez a terület különválna ebből az országból? Elveszteni egy negyedét a kivitelének, a befektetők egy ötödét, a GDP egy ötödét, egy ilyen kis terület az egész országhoz képest. Ugyanúgy, mint a Brexit. A lényeg nem az volt, hogy kilép vagy nem. Kit érdekel? Nekik teljesen mindegy. Úgy is egy kormány lesz. Az ő céljuk nem az volt, hogy kilépjen az az ország, vagy ne. Az ő feladatuk az volt, és a céljuk, hogy az legyen, ami most. Káosz. Az volt az ő annak a csoportnak, aki irányítja ezt az egészet, aki tudja, hogy mi az, ami történik. Az ő céljuk nem az, hogy mi az, ami történik a napi életünkben, hanem mi az összkép, hogyan jutnak ők közelebb ez által a célhoz, amit akarnak. Így is, úgy is egy kormány lesz. Ha kilép, ha nem. A lényeg a káosz volt. Az, hogy bizonytalan legyen a gazdaság, leessen a fonta, hogy leesett, hogy akkor a bevándorlók nem tudják, hogy mi van, külföldi befektetők nem tudják, hogy mi van, senki nem tudja, hogy mi van. Ugyanez van Katalóniában, Dél-Amerikában, világszerte mindenhol. Nem azért, mert az emberek felébredtek, hanem azért, mert így van irányítva a rendszer. Kialakultak a csoportok, mint amit tudja, már mindenki tudja lassan, hogy Soros az, aki kialakította ezeket a dolgokat, mint a Black Lives Matter, vagy az összes ilyen úgynevezett nem állami szerveződések, mint az NGO. Közben ők azok, akik a titkos szolgálatokon keresztül a drogot kontrollálják, ők azok, akik a fegyverkereskedelmet kontrollálják, és közben Trump arról beszél, hogy az a opiát krízis, ami Amerikában kialakult, az egészségügyi rendszernek a szégyene. Persze, hogy ezt mondja. A lényeg az, hogy mi az, amit a tömegek hallanak. A tömeg elhiszi azt, mivel ott állnak mögött a szakértők, mindenki fel van öltözve, mindenki okosabbnak tűnik, legalábbis a legtöbb, mint amilyenek mi vagyunk. Ezért biztos ideg igazat mond. Nem hazudhat mindenki. Mindenki nem hazudik, csak egyszerűen nem tudja, hogy mit beszél. Trump persze tudja, nyilván tisztában van ezzel az egésszel. De a legtöbb ember nem tudja. Kontrollálják a drogot, így nem csak, hogy a bevételt ők kontrollálják, hanem bevételt szereznek a börtönökkel, hogy tele van, ott rabszolgaként dolgoztatják az embereket, és plusz tönkreteszik a társadalmat. De ha tovább haladunk, olvashatunk olyan ostoba dolgok, mint hogy a Kennedy meggyilkolása előtt a brit lapok kaptak egy névtelen hívást, ugye ez előtt, a merénylet előtt. Az egész Kennedy ügy egy hoax, ugyanúgy, mint Pearl Harbor, ugyanúgy, mint a vietnámi háborút megelőző problémák, ugyanúgy megrendezett, hogy az első világháború előtti problémák, a második előtti problémák, az összes többi. Ezek az emberek mindig is így játszottak az emberekkel. Csak most el akarják hitetni velünk, hogy felébredtünk, és meg fogjuk tudni állítani ezt az egészet. Közben mennek a lövöldözés, dolgok Amerikában, hogy még ott tovább felkavarják az embereket. A nagyja persze ennek is ugyanúgy hoax, mint a Kennedy, meg az összes többi. Persze én nem mondom azt, hogy minden az, ha nem is az, akkor kihozzák belőle úgy, hogy lehet az az ő saját hasznukra. Azonban a legtöbb az az. Egyszerű gyakorlatok, aztán elhitetik, hogy ez igaz volt, sokkolják az embereket, és irányítják a köztudatot. Amerikai hajósokat
megmentettek, ez valahol a csendes óceánon van. Ezek a történetek mind-mind azért vannak itt, hogy az embereket elfoglalják, az emberek tudnak erről beszélni, aztán felkavarja őket. Mindenre foglalkoznak, vagy csak azzal nem, hogy mekkora álomvilág az, amiben élnek. Így nem fogja a legtöbb ember kideríteni, túl elfoglalt az álomvilágban. Azon gondolkozik, hogy kivel költözött össze Új-Zéland miniszterelnöke. Kit érdekel? Ráadásul a kérdés az, hogy egy kutya, egy macska vagy egy nyúl az. Ha? Kit érdekel, hogy milyen házi állata van? Miért ezzel foglalkoznak az emberek? Azért, mert így közben nincs idejük foglalkozni a valósággal, azzal, hogy mi is történik valójában, hogy hogyan működik ez a világ, és miért működik úgy. Mi az, amiről szó van? Persze mindenki azt mondja, hogy ó, csak a pénzt akarják. A pénzt ők csinálják a kezdetektől fogva. Mindig is az övék volt a pénz, vagy a hatalom. Teljes hatalmat akarnak. Persze, az emberek azt akarják, vajon van-e több ebben az egészben, mint az, hogy emberek uralják ezt a világot, és ők azok, akik sakkoznak a többi emberrel. Persze, hogy van. Azt akarják, hogy ne jusson senkinek eszébe az, hogy valójában egy másik dimenzióban dúl a harc. És én tisztában vagyok vele, hogy aki véghallgatja ezt, annak sokkoló ez, és úgy gondolja, hogy ah, a végére ez is átment egy ilyen őrültbe. Ez van. Ez a helyzet. Az, aki azt gondolja, hogy az élet csak az, hogy húsdarabok rohangálnak össze-vissza, és aztán a végén meghalnak, és aztán annyi, az része annak a csoportnak, aki itt van alul. Aki megszületik, iskolába megy, megtanulja a propagandát, dolgozik egy életen át, hogy az adót tudja fizetni, és közben eladósodik, visszavonul, csinál egy újabb ilyen generációt, aki aztán megy végbe ezen a folyamaton. Közben ebben a folyamatban valahol lehetősége lett volna rá, hogy felfedezze, hogy valójában a háttérben van egy sokkal, sokkal fontosabb része az életnek. Az pedig az, hogy megtalálja mindenki, hogy mi az értelme annak. És számtalan úton el lehet tévedni, míg az ember eljut oda. Számtalan úton. És a világ, ami körülvesz minket, azért alakult így, hogy eltérítsen minket, hogy információval ellásson minket, hogy folyamatosan legyen mivel foglalkoznunk, és közben azt higgyük, hogy értjük, hogy mi zajlik a világban, hogy mi kitaláltuk ezt, hogy közelebb kerülünk a valósághoz. Miközben az igazság a kezdetektől fogva ott volt mindig mindenki előtt. Mindenkinek a házában, az iskolában, a könyvtárakban, majdnem ingyen lehet kapni az összes szállodában, mindenki tudja, és a legtöbben már azt gondolják, hogy ez is egy ugyanolyan mese, mint az összes többi. Pontosan ez az, amit el akar érni az ellenség. Nem kell, hogy eltüntesse a világról, nem kell, hogy megcáfoljon mindent. Elég, hogyha csak megcáfolja az alapokat. Onnantól kezdve, mikor az embernek megrendül a hite, és úgy közelít ez az egészhez, hogy mi egy nagy gömbön élünk, és beszélő majmok vagyunk, és ide vagyunk ragasztva ehhez, és pörgünk, forgunk, és a véletlen műve, hogy itt vagyunk. Onnantól kezdve, neki nem kell eltüntetni ezeket a könyveket. Onnantól kezdve mindenki egy más szemlélettel nézi őket. És nagyon-nagyon nehéz dolga van, hogy eljusson oda, ami az igazság. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!